Mióta parcella tulajdonos? Hát én nem olyan régóta, Az mit jelent? talán 3 éve. Ó, hát Igen, az ez a nagyon jó. harmadik éve. Már harmadik éve. Volt egy kertünk, 47 évig, egész fiatal házasok voltunk, amikor vettünk Domaszéken a kertet. Domaszéken. Igen, és hát ez nagy boldogság. Sziasztok, köszöntök mindenkit a Szeged365.hu-n. Itt vagyunk Makocsházán, a Makocsházi Közösségi Kert előtt. De Pál, gyere közelebb hozzá, ne én szerepeljek nagyon sokat. Ugye gigantikus projektekkel is folyamatosan foglalkozik a Szeged 365, mint például a Szegedi Déli Tisza Híd. Ott is volt ugye egy konzultáció, erről is beszámoltunk, és még be is fogunk számolni, illetve nagyon fontosak nekünk, szívügyünk a mikroprojektek, ilyen például a Makocsházi Közösségi Kert, és Kinyó Pál, fő koordinátor minden Esel mellettem, ne haragudj, én dicsérhetlek nyugodtan így szemben. Köszönöm egyébként. Mikor volt, látom egyébként most jelen pillanatban is folyik a munka. Igen, majd igen, mindjárt igen. Megnézzük, hogy mit is jelent az, hogy közösségi kert. Két mondatot, hogyha mondanál a Szeged365.hu olvasóinak, hol vagyunk pontosan, és mikor kezdődött, mik voltak az alapok? Igen, tehát azt mondja, hogy Szegeden vagyunk. Lomnici utca és a Baktó volt vízműtelep helyén 2014-ben, volt polgármester úr adta át a területet. Az első időszakban még szervezetlen volt, akkor nem is voltak magaságyások, mint ahogy most látható. Mindjárt megmutatjuk ezeket pontosan. Igen, és hát akkor 18, majd később 28 parcella volt, ezzel kezdtünk. Bocsánat, hogy belevágok a szavakba. Ez arról szól, nézzük meg Andor egy kicsit, hogyha valaki nem tudná ezt a városrészt. A környezetet, hogy be hogy tudja azonosítani. Igen, hol is vagyunk pontosan. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy aki panel társasházban él, akkor tulajdonképpen ugyanúgy tud profi körülmények között kertészkedni, és ez egy kis közösség, erről mindjárt beszélünk. Így van. Tehát voltak akkor itt különböző parcellák, de még nem magaságyás, és akkor, bocsánat, hogy a boldog-boldog talán jöhetett, és akkor... Volt egy időszak, amikor szervezetlenség okán, tehát mondjuk reggel 6-tól 21 óráig volt nyitva, és itt mindenféle fajta köztéri italfogyasztás, dohányzás, kutya be volt, és akkor volt egy időszak, amikor mint katona viselt ember azt mondtam, a közösség akarata fog érvényesülni, egy határt húztunk, és akkor most 40 magaságyás, hogy mond, használói. Gyere, te vagy otthon, csak utána, igen, te vagy otthon. Használói, hogy úgymond kapta kulcsot, és mint ahogy most én itt zárom, a magaságyás használói, illetve családtagjai, azok jogosultak ugye, hogy úgymond, a magaságyásnak a művelésére, illetve a családtagjai, mégpedig oly formán, hogy 2022, mint ahogy a kolléginád is készítette egy riportot márciusában, 27-ig lehetett pályázni, tehát senkit nem közösítünk ki. Igen, a Szeged 365-ön már beszámoltunk, a magas ágyások ugye idén elkészültek Magyarország kormány és az Európai Unió támogatásával, de azt kell, hogy mondjam a Szeged 365.hu olvasóinak, a mi kis családtagjainknak, hogy el kell ide jönni, hogyha én csak így be akarok jönni egy picit sétálni, és éppen, hogyha itt látjuk Palit, Pált, Kinyó Pált, akkor szerintem beengeded, nem? Hogyha valaki kívülről, mert annyira jó az atmoszférája ennek a környezetnek. Hogyne, kis van téve a nevem meg a telefonszámom. Hát akkor... Tehát őszintén megmondom, hogy nem véletlenül van kitéve, mert például a kokáért ugye mi itt különböző növények vannak. Tehát a borsótól kezdve a répa, a cukkini egyéb, és hát azt is el tudom képzelni, hogy azt mondja például a nyári szünetben egy iskola, hogy egy csoportos foglalkozás keretén belül elhozza a tanulókat megnézni, hogy hogy néznek ki a kultúrnövények. Közösségek, iskolák jelentkezését így, akár várjátok bármikor, is. Vagy természetes személyek. Tehát természetes személyek is, csak nyilván kultúrált módon telefonon lebonyolítjuk. Közben el tudunk sétálni arra, igen, mert igen, igen. Így meg is mutatnám az olvasóknak, nézőknek, mindenkinek, hogy itt van néhány magaságyás. Nekem nagyon tetszik, ott láttam, hogy szerintem gyerekek is lehetnek. Igen, ott ez egy nagyon hangulatos kis kert, majd külön mindegyiket természetesen bemutatjuk. Az egy angol szakos tanárnő és egy gyermeké, most jött haza Angliából. Nagyon ugye, mit akarom, nagyon a paradicsom? Paradicsom, nem? igen, paradicsom. Tápp, én nőttem fel azért csak. Itt van egy sakk, látom, tehát a közösségi élet is igen, tud homokozó, működni. Sakk. És
Ha itt tartunk a közösségre, tulajdonképpen nekem azért már elmesélted, hogy az egy dolog, hogy itt most magas ágyás van, ráadásul nem is kevés, 40-nél több. 40 van, 40. És mindegyik parcellát külön-külön, tehát magas ágyást külön-külön. Igen, külön használója van. Tehát nem tulajdonos, hanem használója van. Ez a legfontosabb, de ahogy látom, itt azért a közösségen van a hangsúly. Hogyan sikerült ezt a közösséget így összekovácsolnod a kezdeti nehézségek után? Hát egyrészt a dr. Kozma József képviselő, a 8-as számú választókörzet képviselője segít, nem is kicsit sokat, és az ő segítségével alakítottuk ki, tehát hovatartozástól függetlenül, mint civil képződmény, hogy kik kapjanak parcellát. Na most március 27-én volt a 40 magaságyás, az uniós forrásból létesített 40 magaságyás, illetve hát ezeknek a szilárd útburkolatoknak a kialakítása, és hát arra törekedtem a kérdésre válaszolva, hogy a fiatalok is, tehát akik majd a jövő nemzedéke jön, tehát körülbelül fele-fele arányban van a szépkorúak és a fiatalok, ami azt jelenti, hogy itt például a kokáját a homokozót, vagy például a sakkot 18 órától már 21 óráig, ha most egyébként kijönnének, vagy kijöttnétek, akkor látjátok, hogy itt elég sok szép, hogy úgymond, jövőnket, hogy továbbvivő értékeinket. És akkor neked ez lelkileg fontos, hogy tulajdonképpen a panel társasházakban élő fiatalok is kicsit megtapasztalják azt a közösséget, ami így összehoz mondjuk egy növény. Hogyne. Hát most, hogyha azt nézem, hogy városi ember, panel rengetegbe, természetesen nem akarok senkit megbántani, de nem igazán tudnak kertészkedni. Tehát itt árnyas fák vannak, rendezvényeink vannak. Rendezvények is vannak? Rendezvények. Külön? Most az a március 25-i rendezvény követően volt egy olyan összejövetelünk, ahol kb. 60-80 fő volt, és a magaságyás rokonai voltak, aki más megyéből volt, innen Dorogról is voltak, akkor külföldről is voltak. Na itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát mondhatjuk azt, hogy Makosházán, Szegeden világhírű magaságy kertészet van. De ezt azért meséld el nekem, hogy hogy sikerült az, hogy most már világhírű is. Hát olyannyira, hogy egyrészt az Erasmus és a Reflex van egy egyesület Győrbe, és ők az Unió az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéskörben illetékes személyekkel jogállásban vannak, és kiválasztottak Magyarországon egy várost, Szeged, mint virágos város, azon belül a makosházi közösségi kertet. Ami azt jelenti, hogy a közelmúltban Olaszországból, Horvátországból, Ausztria, Erdélyből, Németországból voltak itt. Egyébként... És tanulmányozták, hogy sikerült ezt a közösséget ide Makosházba? Hasonló kérdéseket tettek fel, mint te. Igen. Valóban, csak akkor még nem volt nyilván, ugye akkor még éppen... Nem tudta annyira dicsekedni konkrétan. Nem, mert itt konkrétan maga a... Hát, mikor volt ez? Februárban? Ez márciusban volt. Most viszont én látom, hogyha lehet egy kis haszonszerzés, gyere Andor, légy szíves, mert ilyen... Apukám mindig azt mondta, hogy én nagyon ügyesen tudok időzíteni, akkor jövök segíteni, amikor már ugye a disznót levágták, amikor már kigazolták a kertet. Elnézést, zavarhatunk-e a nagy munkába? Kis Balázs, elnézést kérek. Mert láttam, hogy a gazolás már nincsen, oda még nem megyek, mert ott még nagyon kemény munkában vannak a kedves hölgyek, viszont a betakarításnál azért én nagyon szívesen segítek. Csak néhány mondatot, hogyha szabad egyébként, mit láthatunk ebben a kertben, és hogy találkozott ezzel a lehetőséggel itt Makosházán? Ebben a kertben paradicsomot, paprikát, uborkát termesztünk elsősorban. Én ebben az évben kezdtem el itt dolgot, amikor megalakult ez a kis közösség itt. Nem baj, hogyha bemutatjuk a kertet, nem ellenőrök vagyunk, hogy megnézzük, hogy van egy kis gaz, hanem hogy... Viszont ez nagyon jó. Hát, hogy mai termés. Elnézést kérek, hogy ezt mondom, de hát a mai inflációs helyzetben még azt mondom, hogy ennek van egy plusz hozadéka is, mert itt azért itt van már is a termés, és ez már teljesen akkor az önkeze munkája tulajdonképpen. Az enyém, illetve a családom. Ilyen vagy a család. Különösen járunk a feleségemmel, két gyerekemmel. Na gratulálok, ez jó érzés, nem? Amikor az ember a saját megtermelt zöldségét tartja. Akkor, amikor lejövünk ide grillezni hétvégén, nyugodtan lehet. Asszony, család, dolg vagy a kiskedben. Nem ebédeltem, ma még óvatosan veszély, mert nehezen tudom. A lányok nagyon udvariasak és pogácsával fognak megkínálni. Nagyon jó az, nagyon köszönjük. Úgy, hogy... És akkor utána akkor van egy kis megjelenés. És a közösség jó? Egyébként csöndben kérdezem magunk közül. Nagyon jó, én szeretem itt ezeket. Nagyon jó parcella szomszédjaim vannak. Az is fontos, a szomszéd. Fontos, mert nagyon jó tanácsokkal látnak el bennünket, mivel mi most kezdtük, vannak itt, akik már tapasztaltak, régen volt, hogy csinálják ezt a kertészkedést, és meghallgatjuk a tanácsaikat. Na még egyszer gratulálok, elnézést, hogy zavartunk, ne, hogy probléma legyen, bemutatjuk majd külön a kertet is, de rögtön jövök akkor, ha már ennyire megdicsérték a szomszéd asszonyt, akkor rögtön megnézem. Hát itt
Elnézést, a rosszul mondom, de itt tök is van, vagy ezt rosszul látom? Cukkini. Cukkini, majdnem az a hasonló terület. Kikapok majd apukámtól, mert fel kellett volna ismerjem. Mit láthatunk még ebben a kertben, ha szabad rákérdeznem? Igen. Ez a kis virág egyébként, az már csak díszítő elem, vagy? Igen, az a rovarokat. Ja, hogy itt már ügyesen össze... Na most már értem, amit a szomszéd parcella tulajdonos említett, hogy itt már azért megvan a tudás. Hány éve van egyébként ez a parcella tulajdonos? Igen, 6 éve vagyok itt. 6 éve, hát akkor ez a rutin, akkor, és akkor segítne a többi parcella tulajdonosnak is. Hát egy kis rutinom már, igen. Jól látom, az egy rovarfogó, ezt így felismertem. Hányféle zöldség van most ebben a parcellában? Mert a cukkini, paradicsom, ott látom egyébként gyönyörűek lesznek az ott paradicsom. Gyere, Andor, ezt mutassuk meg, mert ezt messziről kiszúrtam ezeket. Hát ide nézzünk. Hát azért ezt megirigyelhetik. Jó, mondom, ez azért... Igen, erről beszélni se kell. Óvatos vagyok, mert ha most leverem véletlenül, még a apukám tockosait érzem a... Nem szabad ezzel óvatosan. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy megmutathattuk, és további jó munkát kívánunk. Közösségről azért még néhány mondatot. Ilyenkor jó, mert ilyenkor rosszat úgysem fognak mondani. Ne tessék elmenni, én azért közel... Hányétba áll. Ja, oké, az nagyon, mert nagyon tűz a nap. Hát ez is nagyon jó, hogy ilyen kellemes... Közösségünk van. A koordinátorunk nagyon jól összefog minket. Minden nap többször is lejövök, én itt lakom a közelbe is, ahogy alkalom adódik, én jövök és... Ez egy óriási dolog, de annyira jó látni, hogy ragyog az arca meg a szeme, úgyhogy további jó egészséget kívánunk, meg jó munkákat, és még egy, ha már így belemelegedtünk, és most már nem fogok hibázni, kezdi csókolom, elnézést a zavarásért, hogy így munka közben jövünk, ha jól látom, cukkini itt is, cukkini, igen, paradicsom, igen. Ezt egyből látom. Tökkel. Na, jó, így van, úgyhogy ebben. Nagyon szeretjük. Mióta parcella tulajdonos? Hát én nem olyan régóta. Az mit jelent? Talán 3 éve. Ó, hát igen, az nagyon jó. Már 3. éve. Volt egy kertünk, 47 évig, egész fiatal házasok voltunk, amikor vettünk domaszéken. Domaszéken. Uh-huh. Igen, és hát ez nagy boldogság. Hát akkor nagyon hiányzott, legyünk őszintén. Hogy... Hiányzott. Így van pontosan, úgyhogy nagyon hálás vagyok a kolléganőmnek, aki beajánlott a koordinátorhoz, a Kinyópálhoz, és hát alig vártam néhány hónapot, és megkaptam. Na, ennek nagyon örülök. Nagyon-nagyon és nagy boldogság. Ha nagy kert volt domaszéken is meg, akkor itt lehet folytatni ezt a tradíciót. Igen. A fiataloknak. Ön például ajánlja ezt? Már? Én mindenkinek ajánlom, főleg a gyerekeseknek. Van is néhány. Nagyon jó az összetétel, Pali, ezt nagyon, nagyon jó oldotta meg, mert a társaság fele fiatal. És szokjuk egymást. Ez a legjobb, így kell összehozni. Igen, szokjuk egymást. És a gyerekek, hát azok csoda. Én gyerekgyógyászaton dolgoztam, és nekem egy gyereket, ha meglátok, akkor nekem az integet, vagy küld egy puszit. Meg hogy imádhatják, hogy így tudnak segíteni. Csinálni a dolgot. Igen, na hát ennek igen, nagyon örülök. Hát ezek is plusz dolgok. Nagyon szépen köszönjük. További jó munkát. Vigyázni a melegre, mert most tudom. Nagyon szépen köszönjük. Én nagyon szerettem a napot, úgyhogy én sokszor itt vagyok lenn délbe is. Hála Istennek, nincs tőle semmi baj. Szerencsére. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm. Egy öntözést még, ha megnézhetjük ilyen helyzetet, mert látom, hogy különböző csappal is fel van szerelve a közösségi ter. Három. Igen. És akkor amire mutassuk meg, ahogy a szomjas a képelvé. Szabad egyébként öntözés között, teljesen spontán felvételeket szeretnénk készíteni, ahogy éppen a szomjas virágok. Hát itt nem csak paradicsom, hanem itt látom, itt szép virágok is vannak, kezi csókolom. Szeged 365-től vagyunk. Mióta tetszik itt kertészkedni? Mióta megnyílt ez a kert? Mármint a magaságyás, vagy mert van egy parcella, igen, vagy ő, már akkor is? Ez a közösségi kert megnyílt. Ó, hát akkor. Igen. Én nem tudom, hogy volt erről a szó, de büszkén elmondjuk, hogy na, többször igen. Elsők voltunk az országban, és nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani. Sőt, én azt kérem, hát Szegeden én úgy nem, én elnézést kérek, én nagyon büszke szegedi vagyok, és mindenféle szegedi értéket én igazából kilőném a világűrbe, és hogy tudja meg mindenki, úgyhogy tessék büszkén mondani, na milyen díjak egyébként, így van, úgyhogy milyen díjak voltak, hogyha erről tetszik. Lettünk, amikor meghirdették az országba ezt a közösségi kert. Így van. Akkor mindig a koordinátorunk benevezett, és akkor mi meg megtettünk mindent, apait, anyait, anélkül is, mert ugye
alapjáraton egyébként. Nem tudom, én nekem, a nagypapám velém nevelte a föld szeretetét, és ez valahogy végigkísér egy életben. Hát gratulálok nagyon, akkor köszönöm. Mindenkinek természetesen önnek is, és további jó kertészkedést kívánok. Nagyon finom pogácsát sütött. És azt meg főként, jó, nem akartam arra rátenni, de azt is köszönjük. Gondoltam, azt majd így kamerákon kívül, de köszönjük szépen. Na hát, kedves Pál, hát vagy nagyon jól leszervezted, de téged eléggé szenvedicsértek, most legyünk őszinték. Mi a titok egyébként? Mióta vagy? Akkor mondtad, hogy eleinte az alapoknál kicsit szervezetlenség volt, de utána... Hát 7 éve vagyok koordinátor, és hát nyilván ugye a szerzett tapasztalatok, egyrészt ugye rendvédelemnél is szolgáltam, tehát a nagyvárosi bűnmegelőzési projekt keretén belül rendőrségi munkatársakkal, és a szerzett tapasztalatok ismerete birtokába alakítottuk ki úgy, hogy közben külföldöt is járom, mármint családi kötődés okán, és az igazi értékteremtő, hogy úgymond impulzus Svájcban ért engem. Na, és azt gondoltam, hát ez Krajc, igen, és a Bodeni tótól nem messze, és akkor úgy gondoltam, hogy nyilván sokkal másabb, de kaptam ott egy ikletet, és akkor hazajöttünk, a képviselő úrral egyeztettem a dr. Kozma Józseffel, és ő támogatásáról biztosított minket, és akkor onnastól kezdve egy kialakult rend alapján működünk, nevezetesen, mint ahogy már mondtam. És hát azon túl pedig most meg különösen, ahogy március 27-én át lett adva a 40 magas ágyás, megpróbáltuk úgy kiválasztani a használókat, mint ahogy már itt az előbb a kollégina mondta, hogy fele fiatal, akinek gyermekei vannak, nem mindegy, hogy a kezünk, hogy úgymond munkája, vagy a lábunk nyomát követően kik jönnek utánunk. Nagyon jó. Még egy kicsit itt, nagyon divatos, az én kislányom, egyébként hagyj büszkélkedjek el gyorsan, megragadva ezt a pillanatnyi népszerűséget, vagy, hogy... ugyanilyen bogár hotelt kellett készíteni ők, és a Tiszaparti általános iskolában meg is nyerték a versenyt egyébként, úgyhogy ezúttal is köszönöm az osztálytársainak, a szülőknek. Szívesen látjuk az osztályt egyébként. De, nagyon, a mondom nekik. Megvan, úgyhogy mondom nekik. Tehát láthatjuk egyéb. Egy bogárt, ott egy komposztáló van, ha jól igen, látom, kettő volt. Komposztáló kettő van. Is van. Igen. Ugye volt sak, van lengőteke, igen. Van homokozó, és igazából nem hozzátok tartozik, de azért a makosházaiak biztosan ismerik, azért itt van egy kültéri terem, lentebb, nem is olyan messze, egy játszótér, focipálya, tehát hogy én azt van. Kell, hogy mondjam, hogy itt nagyon jó kis közösség kialakult. Díjakat említette a kedves hölgy. Igen. Ha néhány mondatban erről zárszóként beszélném, mert mégiscsak Szegedváros hírnevét vittétek. Hogyne, tehát egyrészt az elmúlt időszakban, ahogy említettem, három az Uniótól, három országból, Ausztriából, Franciaországból, Németországból, illetve több Horvátországból, illetve Erdélyből voltak itt tapasztalatszerzés céljából. Például Kokáért Bécstől nem messze az egyik úriember említette, hogy ez nagyon jó, mert ha társasházakból le tudnak jönni szabad levegő, friss levegő. Szóval, így, van. Így van. És hát egyrészt ez, másrészt pedig a szűkebb környezetünk. Tehát az elmúlt két héttel ezelőtt volt a 40 magas ágyás használó, meg rokonai volt, akik Békés megyéből jöttek, volt, akik Dorogról, összekötötték a szegedi programokkal, te ide eljöttek, és hát, hogy úgymond, csináltunk egy házi versenyt. Ami azt jelenti, hogy a rokonságot is beleértve volt egy a szavazásra kijelölt kis doboz, és akkor a parcellákat felszámoztam 1-től 40-ig, és az első három helyezett a képviselő úr adott át 5000 forintos vásárlási utalmány. Jó, de hát aki nagy rokonsággal jött, azért nagy előre tetszert. Mármint ha a rokonság összetartom, hogy ugye? Igen. De ez a szép dolog, hogy a hétköznapokban folyamatosan ilyen kis csodák is vannak. Igen, és volt egy kis ebéd. Volt egy kis ebéd. Ahogy mondtad, itt azért most már szervezett rendezett formában, ahogy elmondták a kedves hölgyek is, azért itt folyamatosan közösségi élet van. A Szeged 365 nevében akkor azért ígérd meg, hogyha bármiféle ilyen összejövetel van, mi megígérjük, hogy igyekszünk beszámolni mindenről, hiszen szívügyünk mindenféle kis közösség Szegeden. Én nekem az a meglátásom, hogy Szeged egy nagyon szép virágos város, de maga a közösségi kert ez olyan, mint a növény. Tehát így van. Tehát nem egy kampányidőszak, hogy most mit tudom én, hanem ez folyamatosan. Éppen ezért a kérésedet mindenképpen teljesíteni fogjuk. Tehát bármikor, mint ahogy a kollégina itt volt, március 10-én volt, azt hiszem az első, akkor még nem így nézek ki, hiszen akkor még a veteményes volt.
Ugyanúgy, mint ahogy a gyermek, ahogy nő, mint ahogy a paradicsomot lehetett látni, majd amikor lesz a betakarítás, vagy amikor lesz fórumunk közbiztonsággal kapcsolatban, az őrsparancsnok szokott, hogy úgymond prezentációt tartani, akkor ezekre a rendezvényekre szeretettel és tisztelettel várjuk a Szeged 365 munkatársait. Nagyon szépen köszönjük, így leszünk, így a Szeged 365 sem marad le semmiről. Sziasztok, kellemes napot kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek el. Szerintem meg is mutatjuk, jó, itt van Kinyó Pál, koordinátornak a telefonszáma, közösségek, iskolák, bátran hívjanak titeket. Így van, ez így van, bárki. Hívjátok bátran Kinyó Pál barátomat, hiszen elképesztően jó hangulat. Remélem, Andor, te is át tudod a kamerákon adni, és hát nagyon örülünk, hogy itt voltunk, és jövünk. Én is köszönöm szépen. Köszönöm szépen.